Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót a Vajda Zoltán képviselőnek, MSZP képviselőcsoport. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, csak mindig tartsunk helyzetértékelés, reggel 5:30 múlt egy pár perccel, és akkor a 135 fő bátor bábból három bátor bábot láttok, egy KDNP-s bátor bábot és két fő fideszes bátor bábot, meg egy Rétvári vezeték nevű bátor államtitkároskát. Előző hosszabb hozzászólásomban 15 perces időkeretben személyes történeteket osztottam meg önökkel távozó pedagógusoktól. Azok önmagában már személyesek voltak, most viszont a legszemélyesebbet fogom önöknek ebben a rövid hozzászólásban megosztani önöknek. Az én szerettem kapott egy Esperente verset, ugyanis az én szeretemet MSZ-nek hívják, egy Esperente verset kapott a tanításának az utolsó napjainak az egyiken, amit most megosztok önökkel. Eme versetemet neked szentelem, eme esete kedves szent egyed, mert szeretve lelkesen nevelted lényemet, szellemet terjesztve eszemet erjesztetted és fejlesztetted nyelvemet, melletted kedvem kerekedett eszem fejlesztenem. Versem eredete e szertlen elme, melyet te vezetsz s nevelsz kedvesen eme helyen. Rengeteg embernek jelentesz felejthetetlen kellemes perceked, veled kellemetlen esetek nem lettek. Melletted nem lehetek keserves, veled nekem rendszeresen remek kedvem kerekedett, s eleven kedvemet megleltem. Neved nekem kedvesen cseng, mellyel kereszteltek engem, szeretlek kedves emesete lelkemnek kenyere. Lehet egy rendeletem? Szeretet, szerelem legyen veled, feledhetetlen kellemes heteket szerezzenek nekem. A gyorsíró kedves hölgyetől elnézést kérek emiatt, az Esperente vers miatt valóban gondolom szakmai kihívás lehet ezt leírni. Épp jelzem, hogy a gyorsnak nehéz, viszont engedjék meg, hogy mégis ide a jegyzőkönyvbe kerekedjen az a vers, amelyet Emese kapott tanításainak az utolsó napjain. Köszönjük szépen, képviselő. Köszönöm, hogy elmondhatom. Köszönjük szépen.